A Hévízhez közeli Nemesbükön a Korosajt műhely tulajdonosa hétvégén rendezte meg első alkalommal a Fák és Sajtok napját. A rendezvényen amellett, hogy a résztvevők a környezetet gazdagítva alkottak maradandót, a sajtkészítés fortéjaiba is bepillantást nyertek. A program sikeres volt, a vendégek jó hangulatban töltötték el a napot. Hogy érzi itt magát? Én jól, köszönöm szépen. Nem először vagyok már itt, de sajtot most csináltam először. A sajtkészítés során a szervező gondosan ügyelt a higiéniai szabályok betartására is. Az egészen kicsiktől a felnőttekig mindenki örömmel készítette el Jersey tehén tejből saját natur, zöldfűszeres vagy éppen csilis sajtját. Emellett a sajtműhelynél is állatokkal voltak körülvéve a résztvevők, így igazán természetközeli élményben részesültek. Elég mély. A rendezvény lényegi eleme azonban ezúttal nem a sajt volt, hanem a fák ültetése. Tavaly jött a gondolat, hogy valami a sajtműhely, illetve a sajtfesztiválon kívül valami maradandót alkossak. És jött az ötlet, hogy adja önmagát ez a táj, egy kicsit olyan toszkánás jellegű, hogy mi lenne, hogyha a Nemesbük táblától egészen a farmig ültetnénk egy ciprus fasort, ami a későbbiekben akár a gyermekeimnek vagy az unokáimnak is elmondják, hogy itt a nagyapám ültette, vagy a nagyapám ötletéből lett ültetve ez a fasor. A tulajdonos ötlete a vendégek körében is igazán népszerűnek bizonyult. Öröm volt fát ültetni, és mindenkinek javaslom, hogy ültessen fát, mert nagyon nagy szükség van rá így a természet védelmébe. Habár ezúttal nem a sajtműhely élete volt a középpontban, a gyerekek egyenlő mértékben voltak izgatottak az összes programmal kapcsolatban. Miért jöttetek ma el ide? Hát, hogy sajtot készítsünk, fát ültessünk, és meg bocikat nézzünk. Valójában a gyerekek mellett a felnőttek is izgatottan töltötték napjukat faültetéssel és ízletes sajtok kóstolásával Nemesbükön. A Korosajt műhely a jövőben is számos családi programmal igyekszik közel hozni tevékenységét a látogatókhoz.